A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban foglalkozunk a téli madáretetéssel, aztán láthatnak egy beszélgetést a napjainkban támadó betegségekkel kapcsolatban. Tartsanak velünk! Télen nem minden madarunk vonul melegebb égtájakra, számos faj itthon marad. Igaz, hogy így is túlélik a hideg telet, de etetésükkel sokat segíthetünk a téli fagyokban. Csicsergés töri meg a csendet az erdőben, ehhez a kihelyezett madáretetőhöz sorban érkeznek a madarak kora reggel. A zöld tanya különösen kedvelt hely számukra, mert itt biztosan találnak élelmet. Többek között a napraforgómag és az alma is megfelelő táplálékuk lehet. Alapvetően ugye a téli madáretetés az énekes madaraknál azért ez egy elég hasznos tevékenység, tehát azt azért jó mindenkinek tudni, hogy azért ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy ezek a madarak nem élik túl ezt a kemény téli időszakot. Nyilvánvalóan ilyenkor a természetes szelekció működik, ami azt jelenti, hogy azért nyilván ilyenkor a gyengébbek közül is elpusztulnak néhányan, viszont ugye ezzel mi emberek segíthetünk ezeknek a madaraknak átlendülni a téli időszakon, tehát ugye ezek a kihelyezett táplálékok azért egy biztos táplálékforrást biztosítanak nekik, úgyhogy ezt nagyon sokan végzik, ezt a tevékenységet. Mi is azért, mint a Sóstó környezetében két erdei etetőt is működtetünk, de az első fagyok beálltával már elkezdjük őket feltölteni. A legfontosabb az, hogy mi általában november közepén, mikor megjönnek az első fagyok, akkor kezdünk el etetni, és tényleg, aki elkezd etetni, az mindenképpen vigye végig az egész szezon, mert hogyha megszokják ezek a madarak ezt a táplálékforrást, akkor utána folyamatosan ide visszajönnek, és hogyha ezt megvonjuk tőlük, akkor elég nagy kárt tudunk okozni, tehát akár a pusztulásukat is, mert tényleg egy megszokott táplálékforráshoz jönnek vissza, és főleg ilyen kemény hidegekben azért nagyon nehezen találnak más táplálékokat. Ugye ilyenkor azért nincsenek egyéb magvak, nincsen annyi rovar, tehát azért rá van kényszerülve nagyon sok madárfaj arra, hogy alternatív táplálékokat keressen, és nekik az ember általi kijuttatott táplálék az nagyon jó. Gondolni azt szoktuk mondani, hogy nem kell a dolgot, mert most már lehet kapni mindenféle gurmé kaját is ezeknek az állatoknak. Alapvetően az apró, fekete szemű napraforgó maga a legjobb. Mi is univerzális módon ezt etetjük a legjobban, tehát hogy ez fogy a legjobban, ezt szereti gyakorlatilag az összes faj. Úgyhogy azt szeretjük kirakni, lehet különféle magvakkal keverni, de semmi sózott, pörkölt magvat nem szabad használni. Mi azt szoktuk mondani, hogy van ilyen rosszabb dióbél, vagy ilyesmi, akkor ezt bele lehet keverni a szotyolához. Gyümölcsök közül meg az alma a leguniverzálisabb, mert ezt szívesen elcsipegeti az összes faj. Hova helyezzük ki a madáretetőket? Hol van, ha lehet így mondani, biztonságban? Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag urbanizált környezetben tekintettel lenni, hogy mondjuk macskák ne tudjanak direktbe bemenni az etető környezetébe. Tehát azért is használunk mi is duccetetőket, és olyan helyre, hogy a madarak jól be tudják látni azért a terepet is, hogyha közel itt ez a ragadozó. Meg hát ugye azért egy duccetetőn nem is olyan könnyen tudnak ezek az állatok felmenni. Ugyan elég nagy akrobata a macska, de azért egy ilyen jó helyszín megválasztása azért őket is vissza tudjuk szorítani. Meg hát azért fára kiakasztható etetőből is elég sokféle van most már, úgyhogy egy kis körültekintéssel alapvetően bárhol tudunk etetni. Akár a 10 emeleteseknél is látom, sokan etetnek 7.-8. emeleten is, tehát hogy azért cinegék is felmennek azokban a magasságokba, és akkor szívesen csipegetik az erkélyre kirakott, vagy éppen akár az ablaknak a párkányára kirakott kis tálkából az eleséget. És az itatás is nagyon fontos ebben az időszakban is. Nagyon fontos a téli madáretetés mellett arra figyelnünk, hogy azért helyezzünk ki ezeknek az állatoknak folyamatosan friss vizet is. Ugye ebben a nagyon fagyos időszakban azért érdemes langyos vizet önteni általában egy
azt szoktam mondani, egy sima ilyen növényalátét is, egy ilyen balkonalátét is megfelelő. Arra kell figyelni, hogy ne fagyjon be ilyen gyorsan azért az a víz, és alapvetően ugye ezt is megállják a madarak, mert ilyenkor azért az összes erdőben található természetesítető, akár odvakban, vagy tényleg akár egy tónak a part szélén, patak szélén, tehát nem mindig tudnak vízhez jutni, mert ugye ezek befagynak, ezek a vízforrások, úgyhogy ilyenkor azért a víz kijuttatása az még nagyobb segítség szinte, úgyhogy aki etet, az itasson is, hogyha tud. És hát tényleg mondom, nagyon fontos az, hogy ez az etetés ez folyamatos legyen. Hiszen lényeges, hogy a hideg idő beálltától az etetést ne csak szakaszosan, hanem folyamatosan végezzük. A mi éghajlatunkon november közepétől már tapasztalhatjuk a talajmenti fagyokat. Ha ebben az időszakban elkezdjük a madarakat etetni, akkor fontos, hogy ezt a tevékenységet március végéig legalább végezzük. Utána már nem kell etetni. Szóba került, kérdeztek tőlünk olyanok is, akik mondjuk hétvégi háznál laknak, és akkor, hogy ők is szeretnének etetni, de hogy hogyan tudják ezt megoldani, nincs szomszéd, stb. Mi azt szoktuk javasolni, hogy most már vannak elég nagy méretű önetetők is, tehát elég sokfélét lehet kapni alapvetően, és ezeket, hogyha feltöltjük, akkor tényleg akár kitart egy hétig is. De ez mondom, maximum egy hét, addig tart ki az eleség is, és akkor újra kell azt is tölteni. A szakember ugyanakkor hozzátette, a vízi madarak teljesen más kategóriába tartoznak, őket semmiképpen ne etessük. Az összes vízes élőhelyhez kötődő gázlómadár, vízi madár etetése az egyenesen tilos, még kedvtelésből se. Gyakorlatilag nekik hatalmas problémákat tudunk okozni, kenyérfélékkel is, pellettel is, bármivel, amivel etetjük. Ugye kikapcsoljuk a vonulási indexüket, sajnos láttunk már olyan vonuló récefajokat is, akik emiatt maradtak az országban, mert ott is megszokták ezt a táplálékot, hogy folyamatosan jön az ember, szórja be a mindenféle eleséget, és akkor gyakorlatilag úgy gondolják, hogy ez nekik állandóan jön, de aztán nem feltétlenül, úgyhogy tényleg ez a migrációs index kikapcsol, de ugye még nagyobb problémát okoz nekik a különféle emberi táplálékokban található adalékanyagoknak a felhalmozódása, és nem feltétlenül a felnőtt madaraknál okoz ez problémát, hanem akár majd a tojásrakás után kikelő fiatal fiókáknál különféle elváltozásokat tud okozni, akár a szányba, tehát különféle tényleg ilyen betegségek is megjelenhetnek. Úgyhogy ez is gyakorlatilag olyan, mint az énekes madáretetés, hogy kettelésből csinálja az ember, azonban a vízi madarak szempontjából ez rettentően káros, mert ők minden évszakban, minden időjárási körülmény között megtalálják azokat a táplálékokat, amivel ők át tudják visszajönni a hideg időszakot, még a mínusz 10 fokokban is, mert akkor például a befagyott tavaknak a nagy részén úgynevezett lihógókat hoznak létre, ezt a mozgásukkal folyamatosan fenntartják, nem hagyják befagyni, és akkor gyakorlatilag innen is össze tudnak azért szedni vízi makrógerincteleneket, meg hát ugye azért nagyon sokan különböző befolyók közelében táplálkoznak, ott ezért ilyenkor is tudnak akár kis halat is zsákmányolni, különféle vízi növényfajokat. Meg hát azért láthatjuk, hogy nagyon sok hattyú, akár gémfélék kiállnak a mezőkre, mezőgazdasági területekre, és akkor itt megpróbálnak rágcsálókat zsákmányolni, vagy éppen amit találnak, úgyhogy azért feltalálják magukat ezeket az állatok, úgyhogy tényleg nem egy kategóriába sorolandók ilyen szempontból. Én azt mondom, hogy legyünk felelősek, tájékozódjunk ezekről a dolgokról, mert most már tényleg mindenkinek a zsebében ott lapul az okostelefon, és két kattintással rengeteg információt elérhetünk ezekről a dolgokról. De hogyha valakinek bármilyen kérdése van, akkor itt tényleg Sóstón megtalál bennünket, tehát a sóstószékesfehérvár.hu-n bármi természetvédelmi vagy állatvédelmi kérdésről tudunk konzultálni.
a csónakázótó partján és a befagyott tavon vadkacsák jelenléte nyújt szemet gyönyörködtető látványt. Ám a vízi madarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat. Etetésük az énekes madarakéval szemben több okból is problémát jelent, főleg ha kenyérrel és más emberi táplálékkal etetjük őket. Ez ugyanis megbetegíti a madarakat, szennyezi a környezetet és ronthatja a víz minőségét is. Stúdiómban vendégünk Mosolygó Éva házi orvos, akivel azt hiszem, hogy itt évelején fontos beszélgetnünk a mostanában keringő vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről. Szeretettel köszöntelek. Köszöntöm én is a nézőket is. Azért is az apropója ennek most ennek a témának, mert most tényleg nagyon sokan betegek. Ugye azt hallom tőled is, hogy a rendelő az ilyenkor nagyon sűrűn tele van, nagyon sok munkát adnak nektek. És hát most, hogyha saját környezetemben is körülnézek, akár az én nazális hangomat is halljuk, akkor az látszik, hogy most nagyon van minden. És szeretném egy kicsit beszélnénk arról, hogy mi minden van most a levegőben, ugye egy kicsit influenza, Covid és még minden más is van, de mindenek előtt kezdjük azzal, hogy ilyenkor, amikor például én is, hogy napokkal ezelőtt egy kicsit úgy éreztem, hogy megfáztam, ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy hogy is csak megfáztam. Egyébként mindenki, aki mondjuk bejön a szerkesztőségünkbe, az azt mondja, hogy ja igen, csak egy kicsit köhögök, megfáztam. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy nem egy vírusos, bakteriális fertőzés, és a többi? Na, erre kérnélek itt hirtelen, hogy reagálj, mert azt mondják, hogy ilyen nincs, hogy csak úgy megfáztam. Sokszor nevetünk az asszisztensnőmmel, még a nagyon tomboló Covid idején is úgy hívtuk mi ezt, hogy mindenkinek van egy története. Mindenki el tudja mondani, hogy csak mi történt vele, és ő nem covidos. És most is semmi komoly senkinek, hiszen csak megfázott. Ilyenkor onnan ered ez, hogy az emberek ezt úgy hívják, hogy megfáztak, mert általában egy hideg levegőben valamelyik nyálkahártyájuk lehűl, vagy kint dolgoznak egy kicsit, és nem öltöznek fel rendesen, vagy izzadtan kimennek a hideg levegőre, és a hideg nyálkahártyán a védekező rendszer nem tud olyan ütőképes lenni, és ott az az egyensúly, amit egyébként még elbírna a védekező rendszer, felborul, és a vírus vagy baktérium, amit éppen oda kapunk, elkezd szaporodni. Onnantól van baj, hogy rajtunk, bennünk valamelyik kór okozó kis apróság elkezd szaporodni, és akkor azt fogjuk érezni, hogy a nyálkahártyánkon valami nincs rendben. És mivel az első behatolási kapu az a száj vagy az orr általában, ezért vagy azt érezzük, hogy olyan rossz a nyelés, vagy azt, hogy elkezd folyni az orrunk. Ez a klasszikus nátha, ami aztán mehet tovább, lehet általános tünete, lehet izomfájdalom, láz, és mehet tovább a dolog, akkor, hogyha a háború a kórokozó javára áll, és akkor jó esetben jelzik nekünk, és vagy tanácsot adunk, vagy hogyha úgy látjuk, hogy ebből komolyabb betegség is lehet, behívjuk vizsgálatra a betegeket, és annak megfelelően gyógyszerelünk, segítünk egy kicsit gyógyszerelni, de akármennyire gyógyszerelünk mi, orvosként tanácsot adunk, hogy milyen gyógyszert vegyen be, alapvetően a védekező rendszerünk dolgozik. Nem látszik kívülről, de nagyon bonyolult mechanizmusok sok indulnak el, és ezek akkor is működnek, ha éppen nem kerekedik felül a vírus vagy a baktérium. Szóval ez a rendszer, ez folyamatosan megy, edződik, vagy a védőoltásokkal is edződik. Szóval nagyon komplex folyamatok mennek bennünk, amik csodálatosak. Ha kellünk mi orvosként, akkor meg jönnek a betegek is, segítünk. Egyébként az igaz, hogy mondjuk egy stresszesebb időszak után képes az ember immunrendszere úgy felborulni, hogy aztán fogékonyabb a vírusokra, igen, baktériumokra? És tudod, ott a rendelőben nagyon sokszor kérnek tőlem immunerősítőt. Ilyen, hogy immunerősítő nem létezik. Az immunrendszerünk akkor tud ütőképesen, legoptimálisabban működni, hogyha kipihent, vízzel telt, és optimális állapotban vagyunk, akkor az a legjobb állapot, ha ez felborul, ha nem iszunk elég folyadékot, ha nem jó az alvásunk, ha egy másik betegség legyengít, és abból lábadozunk, akkor az egy gyenge pont, és olyankor egy másféle kórokozó is felülkerekedhet. De az immunrendszer működését elég nehéz ezt tény megérteni, mert nagyon komplex, nagyon összetett, nagyon sok helyszínen van, nagyon sokféle katona dolgozik bennünk, hogy ez a rendszer működjön. De ez igaz, igen. Kifáradt állapotban, kimerült állapotban sokkal kevésbé
gyorsan reagál a szervezet, és kevésbé hatékonyan, és ilyenkor könnyebben elkezd szaporodni egy kórokozó. Mondtam itt a felvezetőmben, hogy a Covid-ról, hiszen ez most megint nagyon itt van közöttünk, és az influenzáról, ami szintén nagyon itt van, beszélgetünk, és hát még most a harmadik ilyen, ami van, de gondolom, hogy rengetegféle betegség létezik még, de amikkel most úgy mindenki küzd, ez a hányos vírus, fogalmazunk ilyen csúnyán. Ezek közül még mielőtt rátérnénk, azért egy picit beszéljünk arról is, hogy az, hogy vírusos történet, vagy bakteriális, ebben mi a különbség? Honnan tudjuk esetleg? Úgy örülök, hogy egy picike tudományról beszélhetünk, mert ahhoz az egy nagyon gyakori konfliktus helyzet, a kollégáktól is hallom, hogy kérik az emberek, hogy adjon már valami antibiotikumot, hogy tudjak meggyógyulni. Sokszor kérik a betegek, hogy adjunk antibiotikumot. És az egésznek az az elmélete, így teszem érthetővé, hogy vannak vírus által okozott légúti hurutok, és vannak baktériumok által okozott légúti hurutok. A vírusok, nagyon régen ismerjük már őket, azt jelenti ez a szó, hogy vírus, azt jelenti latinul, hogy méreg. Régen azt hittük, hogy ez egy mérgezés, nagyon régen azt hitték az őseink, hogy ez egy mérgezés a szervezetben, és innen is kapta a nevét, de egyébként már az 1892-től tudjuk, hogy vannak vírusok, annyira icike-picike lények, nem is sejtek, nem teljes sejt, hogy fénymikroszkóppal nem is láthatók, csak elektromikroszkóppal, és nem is képesek önmagukban élni és szaporodni, hanem paraziták, csak egy élő sejtbe bekerülve, amire kiválóan alkalmas az emberi sejt, emberi testnek a sejtjei például, de másféle élőlényeknek is vannak vírusaik, tehát be kell, hogy kerüljön egy sejtbe, és ott tud szaporodni. Vírusölőszerünk van, de ez az eszköztár nagyon szegényes, és csak bizonyos vírusfertőzésekben kell alkalmaznunk, és tudjuk alkalmazni, de azok nem az antibiotikumok. Ezzel szemben a baktériumok összetettebb, nagyobb kórokozók, illetve a baktériumok sokkal bonyolultabb szerkezetűek, de sokkal nagyobb a tárház az őket elülő, vagy a szaporodásukat akadályozó antibiotikumoknak. Antibiotikum kezelésnek csak bakteriális fertőzés egyértelműen bizonyított, vagy nagyon erős gyanúja esetén van értelme. Mert a vírusokra egyáltalán nem hat az antibiotikum, semmiféle előny nem származik abból, hogyha antibiotikumot adunk, nem gyorsítja a gyógyulást, sőt, nem is érdemes elpuffogtatni, és a nagyon sokszor fölöslegesen alkalmazott antibiotikum nagy számban az antibiotikum kezelésnek hátránya is van, hiszen így alakulnak ki a rezisztenciák. Szóval azt nagyon oda kell bíznunk az orvosra, aki magában vagy beszél róla, vagy nem, reményeim szerint egyre többet beszélünk, és elmagyarázzuk, hogy vírusfertőzésre van gyanú, és nincs hozzáadott értéke az antibiotikum kezelésnek, vagy bakteriális fertőzésről, akkor sem feltétlenül, de akkor van helye az antibiotikumnak, hogyha nagyon legyengült állapotot hoz, vagy hogyha olyan szövődmény van, ami miatt már be kell avatkozunk, mert látjuk, hogy egyre rosszabb a helyzet. És ezt mi alapján döntitek el egyébként, a tünetek alapján? Olyan jó kérdés. Igen. Részben a tünetek, azok már egy erős gyanút felvetnek, utána a vizsgálati lelet, meg kell néznünk a garatképet. Tipikus képe van a vírusfertőzéseknek, és tipikus, másképp néz ki egy garat. Már nem csak megérzés, hanem teljesen konkrétumok, talán nem kell megtanítanom ezt, de más a képe egy gennyes, bakteriális fertőzésnek, mint a garat képe is más. Azon kívül az orváladék, hogyha vizes, folyós, vagy fehér, ha sűrűbb is, de fehér, az vírusfertőzésre tereli inkább a gondolkodást, hogyha sárgás-zöldes, ott mindig baktérium van jelen. Tehát vannak olyan jelek, olyan tünetek, amik egyik-másik irányba terelnek. Arról meg nem is szólva, hogyha van lehetőségünk egy laborvizsgát elvégzésére, azzal meg egyértelműsíteni is tudjuk.
No, akkor egy picit beszéljünk a szóban forgó betegségeinkről. Hát a COVID ugye egyre jobban most is itt van, bár most, ha jól tudom, akkor nem okoz olyan nagyon nagy dolgokat, és hát néhány nap alatt le tudja győzni az illető. Kell egyébként tesztelni? Legtöbbször igen, kell tesztelni. Én tesztelek, én nagyon-nagyon teszthívő vagyok, mert muszáj tudnunk, hogy COVID vagy nem COVID. Az tévhit, látom, tapasztalom, tévhit, hogy nem mutatja ki. Az a teszt, amit eddig is alkalmaztunk, persze nem a nyálteszt, hanem a orrtörléses teszteknek a legrelevánsabb az eredménye. Egyértelműen nagyon sok pozitív tesztet látunk, és használjuk ezeket a teszteket, és ott vannak a pozitív teszt eredmények. Tehát látjuk, hogy működik COVID-fertőzés esetén, és azért van értelme, mert a long COVID miatt, a long COVID lehetősége miatt muszáj tudnunk, hogy valaki, amikor hurutos volt, COVID-os volt, vagy nem. Én nagyon-nagyon híve vagyok ennek, mert a tudás az hatalom, és lehet, hogy 3 hónap múlva, amikor lesz valakinek egy furcsa tünete, akkor felmerül, hogy de jó lenne tudni, hogy az most COVID volt, akkor gondolhatok-e arra, számoljak-e azzal, hogy ez esetleg egy post-COVID-os hosszú tünet, vagy nem. Tehát működnek a tesztek, és ha csak lehet tesztelni, akár otthon, akár a rendelőben, én, aki hozzám bejön, és egy kicsit is gyanús, azt megtesztelem. Igen, érdemes tesztelni. Én mindig szurkolok, hogy ne COVID legyen. Nem jó, hogyha COVID-osak vagyunk. Egy csomó olyan hozadéka van, amivel pillanatnyilag számolunk. És a kérdésedre válaszolva, hogy kell-e, vagy hogy ez a COVID most valóban enyhébe, nem csak a nagy részük igen, de újra vannak súlyos esetek, a háziorvos kollégáimmal konzultálva, meg nagyon sokat beszélünk, meg a csoportban megírjuk, megint vannak kórházban kezelt, intenzív osztályos esetek. Nem olyan nagyon érdekes már, és ezért kevésbé publikálják a médiában, kivéve most mi elmondjuk, és ezért az új variáns, ami most újra terjed, ettől újra erősebben kell félni, mint az Omikrontól. Most egy kicsit az olyan ijesztő hangzott egyébként. Az is. Bár azt olvastam, hogy talán, hogy szezonálisnak nyilvánítják most úgy már. Úgy tűnt, és az oltás tekintetében szezonálissá nyilvánították, azért nem állt be még a szokványos náthás őszi hurutos sorba. Egyáltalán. Még én azt mondanám is, ez az én véleményem és az én tapasztalatom, hogy én nem hoznám egy sorba még az influenza vírussal sem, holott az influenza vírussal azért inkább kell félni, mint az összes többi általában őszi-téli hurutokat okozó szokványos nátha vírusoktól. Az influenza vírus egy komolyabb betegséget hoz, a COVID vírustól meg még inkább, ez még mindig egy kicsit talány, és mivel annyira variábilis, az a nagy baj vele, hogy még mindig ott van a veszélye, hogy hoz olyan verziót, ami lélegeztetőgép véggel végződhet még mindig. Most az álláspont, újra oltanak az oltópontok, szerdán délután, csütörtökön délután és pénteken délután 1-től 4-ig Székesfehérváron az infektológia ambulancián, előzetes bejelentkezés után. Az optimalizált új oltóanyaggal, ez a SpikeVac, és ez a Moderna, és ez már egy optimalizált, frissített verzió, és azoknak kell oltani, akik egy éven belül nem vettek fel oltást, és erős a rizikójuk. Egyelőre beszéltem Kemenesi Gáborral, az én kedvenc virológusommal újra, kértem tőle tanácsot. Ő azt mondta, hogy nemzetközi szakirodalmat is figyelve, egyelőre az egyébként egészségesek és nem fokozottan veszélyeztetett embereknek nincs bizonyíték, hogy hozna a szezonális minden évben oltás előnyt az alapoltásokhoz képest, az alap 3 oltás az alapoltottság, akinek ez megvan, és nincs fokozott veszélye, annak nem kell újraoltani minden évben. Akiknek ajánlott és ingyenesen jár az influenza oltóanyag, tehát a 65 év felettieknek, illetve akár fiatalabb, de krónikus betegséggel terhelt embereknek ajánlott minden évben felvenni a COVID-oltást is, és az influenza oltást is. Egyelőre az egészséges és nem fokozottan veszélyeztetett embereknek nem kell minden évben COVID-oltás.
Nagyon kevés időnk maradt a beszélgetésből, még egy harmadik típusú betegségről is beszéltünk, ami most nagyon megy a gyerekek között leginkább, de hát aztán szülőket is látni, hogy elkaphatják. Ez a hányós vírus, ugye? Igen. Ez most mennyire van lecsengőben? Úgyis használjuk, hogy háromnapos vírus, ez a hányós hasmenős vírus, különösebb tennivalóan nincs, folyadékot kell pótolni, odafigyelni, hogy mivel etetgetjük, picike, kis mennyiségű folyadékban, vagy gyerekeknél érdemes ilyen orális rehidráló folyadékot venni, lehet ilyen portvény nélkül venni, ami olyan, mint hogyha infúziót kapna, mert nem csak folyadékot pótol, hanem ásványanyagokat is, és kivárni ezt a három napot általában meggyógyul nyom nélkül. Nagyon könnyen terjed, hát arra figyeljünk, hogy különítsük el, ne engedjük iskolába ezeket, óvodába ezeket a gyerekeket, hanem otthon gyógyuljanak. És hát még a megelőzésről csak egy-két gondolat, mert valamelyest azért már volt erről szó, hogy talán azzal, hogy kipihentek vagyunk, normálisan étkezünk, elegendő folyadékot viszünk be, de például ezek a szokásos ilyenkor hangoztatott CD-vitaminokat kell-e ilyenkor szedni? Télen, napsütés hiányában a D-vitamint érdemes szedni, és a C-vitamint érdemes szedni. Ezt nem lehet túltolni, a C-vitamint, mert az vízben oldódó, de megadózisra nincsen szükség. Körülbelül ez a két vitamin az, ami kell télen, de megelőzésre ezek nem alkalmasak, csak annyiban, hogy jó állapotban tart minket, és a megelőzés, az igazi, orvosi értelemben specifikus megelőzés, az a védőoltás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát legközelebb is várunk egy hasonló témában, bár akkor már reméljük, hogy ez az influenza, és talán a Covid is egy kicsit alább hagy majd. Szívesen, de jó lenne másról beszélni. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.